Mintegy 71 ezer darab orvosi maszkot adományozott a Veros Viszmet Kft. Helyi gyára a rendelőintézet szakdolgozóinak. A sajtótájékoztatóval egybekötött átadón Fúrizs László alpolgármester elmondta, a COVID-járvány idején már segítette a helyi intézményeinket a cég, amely ebben az évben is gondolt az egészségügyi terület valamennyi szereplőjére. A tájékoztatón Erdős András, a rendelőintézet vezetője, köszönetét fejezte ki a cég számára a felajánlásért. Mint mondta, a maszkokkal jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, amit más fontos területekre csoportosíthatnak át, így biztosítva az egészségügyi ellátás folyamatos fenntartását és védelmét. Kacsó Krisztina, a Veros Viszmet Kft. Beszerzési vezetője kiemelte, céljuk volt, hogy a szakrendelések mellett az idős ellátásba és a leukémiás gyermekeket segítő alapítvány számára is juttassanak el orvosi maszkokat. A Veros Viszmet Kft. Több mint 5 éve van jelen városunkban. Elsősorban rugalmas kötszerek gyártásával foglalkozunk, és a COVID időszak beköszöntötte előtt kezdtünk el szájmaszkokat is gyártani, főleg ugye az egyszer használatos orvosi szájmaszkokat. A mai nap már nem az első a felajánlásra. Miért is tartottátok fontosnak? És milyen intézményekhez juttattatok el maszkokat? Azért is tartottuk fontosnak első körben a rendelői intézet támogatását. Ugye a városunknak ez egy központi intézménye, és úgy gondoltuk, hogy ha itt egy nagyobb mennyiségű szájmaszkkal segítjük az itt dolgozók munkáját ebbe az őszi-téli vírusos felső légúti megbetegedések korszakában. Talán ezáltal ők jobban bírják azt a rohamot, illetve strapát, amit ugye mi, mint hétköznapi emberek, munkába járó emberek összeszedhetünk, és ezáltal mi hamarabb kaphatunk ellátásokat, illetve bizonyos ugye kezelések, osztályok nem fognak leállni, mert megvan a megfelelő védőfelszerelésük. Összesen mennyi maszk jutott el így a helyi intézmények számára? Összesen a járóbeteg rendelő intézetnek több mint 70 ezer darab szájmaszkot juttattunk el, illetve a Hajdúböszörményi Idések Otthona is kapott egy nagyobb mennyiséget a héten. Ott is kiszállításra kerültek, az ott lakók és az ott dolgozók is nagyon aranyosak voltak, nagyon örültek ennek a nemes felajánlásnak, illetve a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány részére is került egy nagyobb mennyiség elszállításra, és az ott lakók kis életét próbáltuk színes szájmaszkokkal így megszínesíteni, illetve ott a, ugye amikor végre hazajuthatnak a családjukhoz, hogy ott gyógyuljanak, ott is egy kis segítséget nyújtunk ebben.